Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogyan érzi magát? A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint, és azok, akik megrendelik a havi ingyenes hírlapot, minden hónapban kapnak egy kedvezményt, egy kivetés asztrológiával együtt 6000 forintért. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Visszatérve a kérdésekre, az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Egy kártya kiugrott, és az azt jelenti, hogy ez a kártya eltávolodik a csomagból. Ennek a kártyának most nincs jelentősége, mert ez befejeződik. Itt látható egy kihívás, ő védi magát, és megpróbál másokat meggyőzni a saját véleményéről. Az is fontos ennél a kártyánál, hogy legyen egy komoly döntés, vagy fontos beszélgetések. Ez a kártya kiugrott a csomagból, tehát eltávolodik a kivetéstől. Ennek most nincs jelentősége, így félreteszem ezt a kártyát. Ez az, amit ő most nem foglalkoztat. És mi az ő gondolata, mi az ő terve? Ő gondol rád. Nem csak rólad van itt szó, hanem az arany érmékről is, és az jelenti, hogy te értékes vagy számára. Az is lehet, hogy bizonyos pénzügyi dolgokat kell megbeszélni, rendezni. De mivel ez a kártya kiugrott és eltávolodik, ő most jelen pillanatban nem akar ezekről a témákról beszélni, ami az anyagiakat illeti, hanem más témákat említ meg, mint például, hogy te értékes vagy számára, és a belső értékekre utal. Ő elfoglalja a helyét az életben, meg lesz ez a büszke királyi tartás. Azon kívül megjelenik itt a tűz eleme, a lelkesedése, de ahogy látható a képen, ő először még figyeli az eseményeket, mielőtt lépni fog, mielőtt közeledik hozzád. Hogyan érzi magát? Itt újra megjelenik, mint egy király, és ez a király utal az ő tartására. Elfoglalja a helyét az életben, hiszen ott trónol. Itt a tűz eleméről, a bátorságról, a lelkesedésről és a szenvedélyekről van szó, ugyanúgy, mint itt, a kezébe veszi a dolgokat és kimutatja a lelkesedését, a szenvedélyeket, de kimutatja az érzelmeit is, hiszen itt látható, hogy tartja a kezében ezt az aranykelyhet, ami utal a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó, akkor is, ha először még úgy figyeli a dolgokat, de cselekedni fog, kezébe veszi ezt a botot, és
Ez jelenti a lelkesedését, és itt látható, hogy ki fogja mutatni az érzelmeit is. Hogyan közeledik hozzád? Itt átnyújtja ezt az arany érmét. Ez jelentheti az anyagiakat is, hogy segít neked. Azon kívül, ugyanúgy, mint ennél a kártyánál, amit ő tulajdonképpen már tervez, kimutatja az értékeket, hogy te értékes vagy számára. Ő is nyújt számodra valamit, és tudja, hogy te is nyújtasz számára valamit. Itt látható a változás. Az egyik partot már elhagytátok, lezártátok a múltat, lesz egy új irány. Itt van a cselekvés, ami értékes mindkettőtök számára. Lesznek változások, akkor is, ha még nem látható konkrétan, hogy hova evesztek, de látható az irány, a változás. Mi köt össze benneteket? Újra megjelenik ő, mint egy király, ezúttal uralkodik az érmék felett, ami jelenti a föld elemét is, és a föld eleme reális dolgokra utal. Itt megvan a lelkesedés, az ötlet, itt megvannak az érzelmek, az irányváltozás, és itt középen látható, hogy meg akarja valósítani a terveket. Ez a kép mutatja, hogy értékes vagy számára, ő figyel téged, de fog cselekedni. Itt ki fogja mutatni az érzelmeit, jelenleg még nem akar fontos döntéseket hozni, vagy védenie kell magát valaki ellen, de legyetek türelmesek, mert cselekedni fog, itt lesz egy új irány, kezébe veszi itt a dolgokat, értékel téged, ezt is kimutatja, segít neked anyagilag, és meg akarja valósítani a terveket. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!